Pécsi Tudományegyetem művészeti karának folyosóján vagyunk, és hamarosan bekukkantunk a neves zongora művész Bánki József egyik órájára, ahol Debussy dallamvilágával ismerkedhetünk meg. Tartsanak velem! Debussy Bruyère című prelüdjét hallották, melyben a hangafűvel benőtt puszta, napfényes tájképét tárja elénk a maga sajátos eszközeivel. No, ezekről a sajátos eszközökről, Debussy festői stílusáról fogok ma beszélni, és zongora muzsikájába nyerünk bepillantást prelüdjeink keresztül. Tudjuk, hogy a prelüd szó előjátékot jelent, és Johann Sebastian Bach Voltem Perites klavírjának prelúdiumai még valóban előjátékok voltak az utánuk következő fúgákhoz. De már Chopin prelüdjei kiszakadtak ebből a szerepkörből, nem előjátékai semminek se, és bár külön címük nincs, szerzőjük legbensőségesebb önvallomásai. Debussy prelüdjei fordulópontot jelentenek a műfaj történetében, ezeknek ugyanis külön címe is van, de nagyon érdekes módon nem a darabok elején, hanem a darabok végén, és ott is csak zárójelben. Debussy így akarta hangsúlyozni azt a véleményét, hogy szerinte ezek a darabok cím nélkül is érthetők, élvezhetők, és a darabok végén a zárójelbe tett címek csupán az inspiráció forrására utalnak. És ez az inspiráció, ez nagyon sokféle, ezekből megtudjuk, hogy Debussy érdeklődése milyen sokirányú volt, mert találkozunk a prelüdök között irodalmi ihletésűekkel, akkor találkozunk tájképekkel, természeti képekkel,
az antik világ üzeneteivel, tündérzenékkel és vízzenékkel, spanyol kolorittal, különböző táncokkal, táncfantáziákkal és a jazz hatásával is. A bevezetésül hallott prelűd tájképét például Debussy egy pentaton motívummal indítja, így kezdődött a Bruyère című prelűd, és az az érdekes, hogy a prelűdök sorozatában még két ilyen napfényes tájképet találunk, és mind a kettőt pentaton motívummal indítja. Az egyik a lenhajú lány, hogyan kérdezhetnék, a lenhajú lány mióta tájkép? Hát tájkép is, meg leányportré is. A lenhajú lány prelüdöt egy francia parnassista költő, Le Comte de Lille lenhajú lány című költeménye ihlette, és a költeményből tudjuk, hogy a lenhajú lány kora reggel kint ül a virágzó lucernásba, ragyogó, süt a nap, ő énekel, a pacsirta vele énekel, és az ajka megypiros és szerelemre csábít. Na, és még egy ilyen napfényes tájkép az Anacapri dombjai, ahol viszont Debussy a pentaton motívummal, mintha csak lerajzolná a dombokat, így kezdődik. Aztán az így lerajzolt dombokat természetesen megtölti élettel, dallal, tánccal, de ne gondoljuk persze, hogy ez az egyetlen eszköze volt Debussynek, amivel a durmol rendszert tovább tágította a pentatónia, mert például egy másik gyönyörű tájkép, a vitorlák, ahol képzeljenek egy ragyogó napsütéses tenger öblöt, és a tenger öbölbe, a távolba kis színes vitorlások imbolyognak, és ezt a prelüdöt például az egész hangú skálával jeleníti meg. Az egész hangú skála hangjain simogat a szél, az egész hangú skála hangjain csobognak a hullámok, siklik a vitorlás. Azután egy másik prelüdbe, a halott levelekbe, ami egyébként szintén irodalmi ihletésű is, mert ez a cím, hogy halott levelek, ez Verlaine őszi sanszon című költeményének az utolsó sora. Az ősz gyönyörű pompás színei vannak ebbe a prelüdbe zenével ábrázolva, gyönyörű színakordokkal. Mi is az a színakord? A színakord az föloldja a klasszikus összhangzattant, ugye klasszikus összhangzattanban funkciók vannak, tonika van, domináns van, szubdomináns van. Debussynél sokszor az van, hogy tehát, hogy egy egyszólamú dallam minden hangjára ugyanazt az akkordot rakja, ezáltal ez nem funkciós zene, marad egyszólamú, az akkordok csak szint jelentenek. Van
Vagyis kibővítette a régebbi zenét egyszer a pentatóniával, egyszer az egész hangskála alkalmazásával, és most kibővíti a színakkordokkal. Szó esett már irodalmi ihletésről. Debussy nagyon sok prelüdje irodalmi ihletésű, olyanok is, amiket nem is gondolna az ember, mert a cím nem árulja el igazán, de és nem csak a francia irodalmat ismerte, és nem csak az ihlette, az angolt is. Például ott van a Puck tánca. Debussynek nagy színpadi élménye volt Londonban, Shakespeare Szent Iván éjjel álom című darabjának a előadása. Ennek a vízhangja, ez a prelüd, a Puck tánca című prelüd, ahol ennek a kis-kis bájos kis koboldnak a pörge táncait, csúfondáros kacagását halljuk. Így kezdődik, vagy ott van az egyik kedvenc olvasmánya, Dickens Pickwick Club című regénye. Nos, ennek a főhőse, a pocakos angol gentleman is megragadta Debussy fantáziáját, és az angol himnusz hangjaival kezdi parodizálni Pickwick urat. Szó esett már az elején, hogy vízzenék. Hát tulajdonképpen a vitorlák is már egy ilyen vízzene volt, ami egyébként rokon szálakkal kapcsolódik Debussy híres zenekari művéhez, a Tenger című három szimfonikus vázlathoz. De a prelüdök közt még több más vízzene is van. Ott van például az Ondin, a víziselő, amelynek az elején a partra csapódó hullámok megjelenítésével találkozunk. Vagy ott van az egyik leghíresebb prelüdje, az elsüllyedt székesegyház, ugye egy bretányi hajós legenda elevenedik meg benne, amely szerint ködös hajnalokon néha a hajósok hallani vélik a tenger alól az elsüllyedt Iszváros katedrálisának a harangjait, és aztán, mint egy látomás, kiemelkedik a habokból a katedrális, és teljes pompájával zúg az orgona. És a darab vége felé ugyanez a téma, már mint egy újra a tenger alól hallatszik, csak egész fátyolosan, és közben mormognak a hullámok. És a többi. Nem beszéltem még a spanyol zene iránti érdeklődéséről és nosztalgiájáról Debussynek. Pedig ennek is egy érdekes példája akad a prelüdök között, a La Puerta del Vino, vagyis a Bor kapuja című prelüd. A granadai Alhambra palotának van egy ilyen hátsó kapuja, ahol valamikor az öszvérek hordozták ki be a boros hordókat. És ugye a Spanyolország
a Moore megszállás idején. Ezt a képet tárja elénk Debussy érdekes bitonalitásba, hogy a spanyolt egy habanéra ritmussal ábrázolja a bal kézbe, miközben a Moore-okat egy egész más hangnemet sugalló dallammal, amelynek érdekes bővített másodlépéses szifrázatai hát árulkodnak a móros arabos zene jellegzetességeiről. Ezt a prelüdöt most egy kedves mesterképzős növendékünk fogja előadni. Debussy prelüdjei hát kifogyhatatlan világ, rengeteg féle és nagyon érdekes, jellegzetes zene. Szintén egy másik színfoltja ennek a zenének a Európába akkor betörő jazznek a vízhangja Debussy művészetében. Ez egyébként nem csak a prelüdök köz, más műveibe is már megtalálható. A prelüdök köz két ilyen van, a Minstrels prelüd, és talán még pregnánsabb ábrázolás a Lavin tábornok a Bohóc című prelüd, és a zenében pedig odaírja Debussy, hogy ezt a kekvok táncnak a modorában és tempójában kell előadni. Ezt a prelüdöt is egy kedves masterképzős növendékünk játsza.
ennek a sokszínű világnak és Debussy eszközeinek még egy érdekessége például, ahogy a nagy távolságokat érzékelteti, a térhatást, például ugye az antik világot idéző Delphi táncosnők című prelüdjében, ahol ugye az Apolló kultusz templomának papnői jönnek elénk, és az ő ünnepélyes, lassú, kultikus táncokat ábrázolja Debussy, de ugyanakkor, aki járt ott, az tudhatja, hogy onnan Delphiből lelátni egész a korintoszi öbölig, és ez a tágasság, ez a térhatás megnyilvánul a prelüdbe így. De megnyilvánul egy másik prelüdbe, például a holdfényes audienciák teraszán, ha ülünk és lenézünk onnan, ott is óriási mélységek, nagy távolságok, messzi, mély völgyeket látunk, és ugyanezekkel az eszközökkel él a távolság érzékeltetésére. E különleges világba barangolva ugye találkoztunk pentatóniával, egész hangú skálával, színakordokkal, a távolságot érzékeltető, a két kéz közötti nagy távolsággal, találkoztunk bitonalitással, találkoztunk a jazz hatásával, rengeteg természeti képe, tájképe van Debussynek, természeti képek közül még kiemelkedik például, hogy hogy ábrázolja a ködöt, mint egy impressionista festmény, mert hiszen az impressionizmusra jellemző, hogy a tárgyakat határoló körvonalakat föloldja, elmossa egy kicsikét. Nos, Debussy Ködök című prelüdjébe is erről van szó. Azt se tudjuk, milyen hangnembe járunk, úgy gomolyog a köd ebbe a prelüdbe. És a többi. És kifogyhatatlanok még ezek az eszközök, sok közöttük a természetzene, és Debussy fiatal korában próbálta megfogalmazni zenei újításokkal kapcsolatos elveit, és mondott ilyeneket, hogy olyan zenét szeretnék komponálni, amely magából a természetből való. Ugyanakkor találkozunk például olyan intim hangulatú darabokkal, mint a Lépések a hóban című prelüd, amiről Debussy azt mondta, hogy csak négy szem közt lenne szabad előadni, nem hangversenyterembe való, és ezzel kapcsolatban záró mondatnak az egész előadás kicsengésének hadd mondjam el Debussynek azt a nézetét, ami szerint a zene ott kezdődik, ahol a szó már nem elég az érzelmek, indulatok kifejezésére.